A mai videóban arról lesz szó, hogy a szem és a szem körüli részek állapotából miket tudhatunk meg az egészségi állapotunkról. Üdvözöllek, itt Ügyei Szabolcs Zoárd. Fontos mindenek előtt megjegyeznem, hogy ez a videó nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, nem jelent garanciát arra, hogy megállapíts vele egy konkrét betegséget, kizárólag iránymutatást próbál adni arra vonatkozólag, hogy mi lehet a gond. A szem a lélek tükre, sok mindent elárul a testünkben zajló fizikai és lelki folyamatokról is. Mielőtt rátérnék a különböző szembetegségekre, először is a szemeink számára a legfontosabb vitaminról, az A-vitaminról mondanék egy pár szót. Az A-vitamin állati eredetű ételekben található meg, a növényekben karotinoidok vannak elsősorban, például beta-karotin, amelyek ugyancsak fontosak a szemeink egészsége szempontjából, de jó azt tudni, hogy nagyon kevés beta-karotin tud csak átalakulni A-vitaminná a testünkben. Tehát az A-vitamint elsősorban állati eredetű ételekből tudjuk pótolni. A legjobb A-vitamin források a májételek, halételek, a csukamájolaj, a vaj, a tojás és a hagyományos módon hosszan érlelt sajtok. Ha szem problémáink vannak, ezekből ajánlott napi rendszerességgel bevinni. Az A-vitaminról készítettem korábban egy videót, ott szó van róla részletesen. A legtöbb vitamint ugye az A-vitamint sem ajánlott kapszulázott formában pótolni, a szintetikus kapszulázott A-vitaminok nagy mennyiségben mérgezőek is lehetnek. A legnagyobb károkat a szemekben egyébként a cukor tudja okozni, a szemproblémák többségénél oxidációról van szó, a túl sok szénhidrát, a túl sok gabonaétel, a túl sok cukor, a túl sok inzulin miatt károsodnak a szemeknél lévő sejtek. Fontos azt is elmondani még az A-vitaminhoz, hogy a megfelelő működéséhez cinkre van szükség. Nagyon sok ember cinkhiányos, tehát szemproblémák esetén a magas A-vitamin tartalmú ételek mellé a cinket érdemes pótolni még pluszban. Ha sárga színűvé válnak a szemeink, az a bilirubin szint megnövekedését jelzi. Ez egy olyan anyag, ami a hemoglobin lebomlásából keletkezik. A bilirubin szint megnövekedése máj, illetve ebbe problémára utal. Ugye ez a két szervünk nagy részt együtt végzi a feladatait. A probléma ilyenkor, hogy a máj nem tudja méregteleníteni a bilirubint, mert esetleg el van zsírosodva, gyengék a májfunkciók, májzsugorodás van jelen, vagy gond van az epével, nem jó az áramlás az epevezetéken keresztül, visszaáramlik a folyadék a májba. Ezt okozhatja az éveken át fennálló alkohol vagy gyógyszerfogyasztás, illetve az ugyancsak éveken át fennálló túl sok szénhidrát bevitel, amihez társul a napi sokszori étkezés, ami inzulin rezisztenciát okoz. A legjobb kiegészítő ételek, ebben az esetben a máriatövis magörlemény, amit porformában tudunk bevinni napi rendszerességgel, többször is lehet, hatékonyan tudja regenerálni a májsejteket. Illetve a kolin, amely a koleszterin lebontásában segít, tehát levehetjük vele a terhet a májról, segíteni tudjuk vele a máj működését. Rendkívül fontos a diétát is átalakítani, a diétánk alapjául tenni a keresztes virágú zöldségeket, napi szinten enni őket nagy mennyiségben, retek, a káposztafélék, leveles kell, brokkoli, bokcsoly, rukkola, kell, bimbó. A következő a véreres vörös szem, amikor erőteljesen látszódnak az erek a szemekben. Ez az állapot először is lehet B2 vitaminhiány, melynek hátterében a legtöbbször a túl sok gabonaétel fogyasztása áll, tehát kenyér, tészta, sütemények, kekszek, palacsinta, fánk, stb. Ebben az esetben a legjobb megoldása abba hagyjuk a gabonaételek fogyasztását, elkezdjük az arányokat fokozatosan csökkenteni a táplálkozásunkban. A véreres szem jelentkezhet a folyamatos számítógép előtt üléstől is, elsősorban a kékfény miatt. Erre a megoldás olyan alkalmazások telepítése a számítógépre, telefonra, amelyek kiszűrik a kék fényt, illetve a szem pihentetése, például óránként 5-10 percet hagyjuk el ugye a számítógépet. Véreres vörös szemeket okozhatnak az allergiák is, ilyenkor értelemszerűen az allergéneket kell kizárni, és az immunrendszerünket erősíteni, hogy legyűrje az allergiát. A szem bevérzését okozhatja magas vérnyomás is,
gyakran ez az első látható jele a magas vérnyomásnak. A legtöbb vörös szemmel kapcsolatos probléma esetén a legfontosabb pótolandó vitaminok. A C-vitamin, természetesen mint minden más vitamin, a C-t is természetes forrásból, például homoktövislé, savanyú káposzta, a D-vitamin, a K-vitamin és természetesen az A-vitamin is. Rendkívül jók ilyenkor a bogyós gyümölcsök, főként a fekete áfonya, tőzegáfonya, fekete berkenye és a gránátalma, mert a bennük lévő polifenol vegyületek erősítik a szemeknél lévő apró ereket, így azok sokkal erősebbek tudnak lenni, tehát a szemeink nagyobb terheléssel is elbírnak. A következő az izomrángás. Az izomrángás a szem alatt ez jelezhet alacsony kálcium, illetve alacsony magnézium szintet is. Ugye ez a két ásványanyag nagy részt együtt dolgozik a testünkben, mindkettő hiánya okozhatja a rángást. Ennek hátterében állhat a vér pH értékének lúgos irányba való elmozdulása, a vérünk enyhén lúgosnak kell lennie, de ha a pH értéke felfele, tehát nagyon lúgos irányba mozdul el, átlépi a 7,45-ös értéket, a kálcium hiány alakulhat ki. Egy későbbi részben mindjárt rátérek, hogy a vér pH értékének túlzott lúgos irányba mozdulását mi is okozza. A kálcium hiányát az is okozhatja, hogy a nyomunk nem elég savas, ilyenkor a kálcium nem tud rendesen lebomlani és felszívódni. Onnan tudhatod, hogy gyenge a gyomorsavad, hogy gyomorégésed és savas refluxod van. A legjobb ital, amit ilyenkor ihatunk, az a szüretlen almaecet. Minden étkezés előtt 2-3 kanál szüretlen almaecethez önts 1-2 deciliter vizet, majd idd meg. Étkezések után is lehet inni. Meg lehet próbálni emésztőenzim készítményt is szedni, amely ugyancsak segíti az ételek jobb emésztését, jobb lebomlását. Erre a problémára ajánlom figyelmedről be a Biogreen aktív magnéziumport, amely magnéziumot, kálciumot és káliumot is tartalmaz, jól felszívódó formában, tehát akár már 1-2 fogyasztás után elmúlhat a szemrángás. A szem alatti fekete foltok, a feketeség, itt látható most a képen, több mindenre utalhat, először is lehet máj probléma, a máj nem bír el a méreganyagokkal, erre az egyik legjobb gyógynövény, ami szedhető, a már említett mária tövis magörlemény. Utalhat mellékvese fáradtságra, alulműködésre is, túl sokat dolgozunk, keveset alszunk, túl sok stressznek vagyunk kitéve. Erre a legjobb a napontartózkodás, a séta a szabadban és a pihentető nyugodt alvás. És lehet végül allergia is, pollenallergia, ételallergia is, ami a vormelléküregek elzáródása miatt alakul ki, például a tejtermékek vagy glutén hatására. Erre a megoldás elhagyni az allergiát okozó ételeket a táplálkozásunkból és a C-vitamin pótlás. A legjobb természetes C-vitamin források ismét a bogyós gyümölcsök, főként a homoktövis, a csipkebogyó, savanyú káposzta, illetve paprika, kiwi, citrom. A szürke hályog a szemen a kálcium nem megfelelő működésére utal, figyelmeztetésként is felfoghatjuk, hogy nem tud rendesen felszívódni, beépülni a kálcium. Tehát most már látható, hogy az A-vitamin után a kálciumnak is jelentős a szerepe a szemeknél. Ez a rész az, amelyik vonatkozik most a szemrángásnál említett vér pH érték lúgos irányba mozdulásához is. A kálcium hasznosulását a testünkben nagymértékben meghatározza a testünk különböző részeinek pH értéke. Először is, ha a gyomor nem elég savas, ugye erről beszéltem, nem tud felszívódni a kálcium, illetve a másik eset, amikor a vérünk pH értéke mozdul el lúgos irányba. A legdurvább vérlúgosító a kortizol hormon, ami a stressz hatására termelődik a testünkben, más szóval a stressz lúgosítja a vért, azáltal, hogy kihajtja a savakat a testünkből. Amikor stressznek vagyunk kitéve, erőteljesen savas lesz a vizelet, mert rengeteg sav távolodik a testünkből. Ilyenkor
ez nem azt jelenti, hogy el vagyunk savasodva, hanem azt jelenti, hogy a testünk kihagyja a savakat a vérből, így hát mivel kevesebb lesz a sav, a vér lúgosabb lesz. Ha például egy labor eredménynél azt látod, hogy a vizeletet pH értéke inkább savas, akkor az inkább azt jelenti, hogy nagyon sok sav távozik a testedből, ami a vér pH értékének, tehát lúgos irányba való elmozdulását jelenti, mert ugye a savak távoznak, így a kálciumnak a kémiája nem működik már jól, és elkezd lerakódni nem kívánatos helyekre, veséknél ez a vesekő, az epénél ez az epekő, az ízületeknél ez az artritis, és a szemeknél is lerakódhat, ez pedig a szürke hályog. Tehát a szürke hályog az egy kálcium lerakódás, ami a kálcium nem megfelelő működésének eredménye, aminek hátterében a testünk különböző részeinek nem ideális pH értéke áll. Ilyenkor ne a kálciumpótlásra kezdjük, hanem inkább a savasítással. 4 egy nagyszerű savasítóital, a szüretlen almácet, homoktövislé, citromlé és a tőzegáfonyalé, mindegyiket említettem már, dehetjük a savanyú káposztát és a kovászos uborkát is napi szinten. Szürkehályog esetén hasznos még a B1 vitaminnak is a pótlása. A B1 szintet is kimeríti a stressz, a kortizol, illetve a túl sok gabonétel fogyasztása. Jó B1 vitamin forrás a sörélesztő, napraforgó mag, a goji, gyümölcslé és a mélypempő. A száraz égető szem állapota a legnagyobb valószínűséggel A-vitamin hiányt jelent, amelyhez magas cukorszint is társul, illetve inzulinrezisztencia. Ehhez kapcsolódik egy olyan állapot is, amikor azt érezzük, mintha lenne egy apró valami a szemünkben, de valójában nincs ott semmi. A száraz szem és az égető érzet azért jelentkezik, mert a cukor károsítja a szemnél lévő vékony ereket, amelyek például a könny termelődését működtetik, ezért kevesebb könnycsepp termelődik, illetve a cukor károsíthatja a szemnél lévő idegeket is. Itt a megoldás első lépése a szénhidrátok visszaszorítása a táplálkozásunkban, illetve a napi étkezések számának lecsökkentése, például napi 2-re. Nagyon jók ilyenkor az elején említett magas a vitamintartalmú ételek, nek a minél gyakoribb fogyasztása, illetve javaslom még a fekete áfonyát, a goji gyümölcslevet, a krillolajat és a mikroalgákat is pótolni ebben az esetben. A szem alatti táskák a legtöbbször vese problémát jelentenek, melyhez szinte mindig máj probléma is társul, mert a vese önmagában ritkán betegszik meg. A vese probléma hátterében először is állhat a túl sok fehérje bevitele, tehát ha túl sok húst, főként főtt húst fogyasztottunk hosszú ideig, úgyhogy közben alig ettünk elég zöldségeket, vagy egyáltalán nem ettünk zöldségeket. Ez azért van így, mert a testünk csak egy bizonyos mennyiségű fehérjét tud feldolgozni, ha rendszeresen sokkal többet terheljük, az előbb-utóbb negatív hatással lesz a vesékre, a májra, nem bírnak el a nagy mennyiséggel. Okozhatja a napi rendszeres alkoholfogyasztás is, illetve a túl sok nátrium glutamát. Ez a vegyület rengeteg modern ételben benne van, a kínai éttermekben szinte minden étel tele van nátrium glutamáttal. Illetve a túl sok cukor bevitelére is utalhatnak a szem alatti táskák. Ebben az esetben a diéta megváltoztatása az első lényeges lépés, csökkenteni a fehérje bevitelt, megemelni a zöldszínű zöldségek arányát, visszaszorítani a modern adalékanyagokat. Nagyon jó a máj és a vese regenerálásához, a már említett mária tövis magörlemény, a citromlé, a grapefruit magcsepp és a tőzegáfonyolé is. A látásromlás hátterében a legtöbb esetben az A-vitamin, illetve a beta-karotin nem megfelelő felszívódása vagy hiánya áll, amelyet nagy eséllyel epe, illetve hasnemlési probléma okoz, például ha valakinek kivették az epéjét, vagy nem termelődik elegendő epesava. Ez azért van így, mert a zsírban oldódó vitaminok felszívódásához epesavra van szükség, tehát az A-vitaminhoz is
de a karotinoidokhoz is. Tehát például a beta-karotinhoz, mely vegyület szintén fontos ugye a szem védelméhez. A hasemlít termeli a lipáz enzimet, mely ugyancsak elengedhetetlen a zsírok és a zsírban oldódó vegyületek hasznosulásához a testünkben, tehát akár alacsony enzim szint is lehet a háttérben. Ilyen esetben érdemes epesavat tartalmazó készítményeket szedni, tehát ennél a problémánál, illetve emésztő enzim készítményt is ajánlott, illetve az A-vitamint pótolni az elején említett állati eredetű ételekkel. Nagyon jó karotinoid források a tökfélék, az édesburgonya és a goji gyümölcslé, mely tartalmaz zeaxantint és luteint is jól hasznosuló formában. A zeaxantin és a lutein nagyon jó hatással tudnak lenni a szemeinkre, nem csak látásromlás esetén, de esetükben is ajánlom, hogy természetes ételekből pótoljuk, ilyen a goji gyümölcslé, és ne szintetikus kapszulákkal, tablettákkal. Látásromlás esetén sokat segíthet az omega-3 és az astaxantin is. Az astaxantin is egy karotinoid féle, az egyik legerősebb antioxidáns. Mindkettő, tehát az omega-3 és az astaxantin is megtalálható a krillolajban. Illetve itt szeretném a figyelmetbe ajánlani az Immunex alga komplexet, mely jelentős mennyiségű bioaktív astaxantint is tartalmaz mikroalgákból, és nem szintetikusan előállítva, sok más szemerősítő tápanyag mellett. Következő az éjszakai vakság, ez is ugyancsak A-vitamin hiány, de itt is még egyszer fontos kihangsúlyozni, nem feltétlenül A-vitamint kell pótolni, hanem inkább arra kell gondolni, hogy az A-vitamin nem szívódik fel rendesen, például gyenge a gyomorsav, egy epesav hiány miatt. Ehhez kapcsolódik a szürkületi vakság is, tehát amikor sötétedéskor látunk rosszul, ez is A-vitamin hiány, amire az A-vitamin pótlásán túl nagyon jók a karotinoidok, fekete áfonya, tőzeg áfonya, a halételek, a krillolaj, a halolaj. A fényérzékenység, tehát amikor a szem nehezen viseli el az erős fényt, ez általában B1 vitamin és A-vitamin hiányt jelent. Itt is érvényesek az A-vitaminról és a B1 vitaminról elmondottak. A szemeknél gyakran jelentkező árpa vércukorszint problémára utal, azt jelzi, hogy túl sok szénhidrátot fogyasztottunk az utóbbi időben, vagy túlzottan ingadozik a vércukorszintünk. Ebben az esetben a megoldás legfontosabb lépése a finomított szénhidrátok, a gabonaételek, kenyér, tészta, sütemények, édességek, fehér rizs visszaszorítása a táplálkozásunkban, illetve a vércukorszint stabilizálását nagyon jól tudja segíteni a napi étkezések számának lecsökkentése 2-re, nasizás nélkül. A szemen jelentkező zsírfoltok, zsírlerakódások, amelyek egyébként koleszterin lerakódások, a túl sok koleszterinre utalnak a testünkben, melynek hátterében leginkább, legtöbbször inkább genetikai okok állnak. Az íris, a szivárványhártya szélén futó fehér kör is magas zsír, magas koleszterin szintre utal. Ilyenkor a megoldás a koleszterin bevitelének csökkentése a táplálkozásunkban, illetve a nagy mennyiségű lecitin és kolin pótlás, mivel ez a két anyag oldani tudja a koleszterint, mindkettő kapható étrendkiegészítő formában, tehát lecitin és kolin. A szem felső héje megdagad, a szem egyes részei vörössé, rózsaszínűvé válnak, égető érzetet is érzünk, ez a kötőhártyagyulladás, amely egy vírusos fertőzés. Erre a legjobb megoldás az ezüstkolloid csepp, tehát olyat keressük, olyan ezüstkolloidot, amely csak ezüstkolloidot tartalmaz, jó minőségűt. Csepegtessük a szembe naponta többször, belsőleg pedig cinket, fekete boccát, mélypempőt, mikroalgákat, olajfalevelet, mint immunerősítőket ajánlott pótolni a gyorsabb regenerálódáshoz. A zöld hályog, a glaukóma, a látóideg sérülése, károsodása a nem megfelelő működés miatt alakul ki, leginkább amiatt, mert megnő a nyomás a szemekben. A nyomás megnövekedés hátterében
állhat, leginkább áll magas vérnyomás, cukorbetegség is okozhatja, lehet pajzsmirigyaló működés, illetve összefügghet a migrénnel is. Zöldhályog esetén fontos a természetes C-vitamin pótlás, zöldségekből, bogyós gyümölcsökből, illetve a B-vitaminok bevitele, főként a B1, a B3 és a B12 vitaminok pótlása. Az úszkáló foltok a szem előtt, melyek igen idegesítőek is tudnak lenni, a szemben lebomló fehérje maradványok, erre az egyik megoldás lehet, ezt nemrég olvastam, hallottam, az az MSN por. Ezt az anyagot ízületi fájdalomcsillapítóként használjuk leginkább, de több kutatásban is igazolta, hogy nagyon jól tudja lágyítani a szemnél lévő szöveteket, hidratáló, tisztító hatása van, illetve segít megemelni a szemekben a tápanyagok mennyiségét. Tehát segíthet ennél a fajta problémánál. A homályos látás nagyon sokféle probléma lehet, ha ez jelentkezik, azonnal forduljunk orvoshoz. Ha pedig hirtelen foltokat, fényvillanásokat látunk, nagy valószínűséggel szakadás van a retinán, ilyenkor is keressük fel sürgősen a szemorvost. A végén összefoglalnám még egyszer a legfontosabb vitaminokat, nyomelemeket, polifenolokat a szemeink számára. Az első és legfontosabb az A-vitamin, amit elsősorban állati eredetű ételekből vihetünk be. A következő a karotinoidok, mint a beta-karotin, a zeaxantin, a lutein, az astaxantin. A következő a B-vitaminok, ezek közül is a B1, a B2, a B3 talán a legfontosabbak a szemek számára. Ezek egyik legjobb forrása az inaktív sörélesztő, vagy például a goji gyümölcslé. A goji gyümölcslében sok karotinoid is található. Szükségünk van a cinkre is az A-vitamin megfelelő működéséhez, illetve amit korábban nem említettem, vagy csak érintőlegesen, az a D-vitamin. Bármilyen szemproblémáról is legyen szó, fontos a finomított szénhidrát bevitel csökkentése a táplálkozásunkban, tehát kevesebb kenyér, tészta, sütemény, édesség és hasznos a napi étkezések számának lecsökkentése például 2-re. A szemben lévő szabad gyökök és gyulladások csökkentését a halolaj, a krillolaj segíti jól, tehát a megelőzéshez, a hosszú távú védelemhez mindenképpen fontos az omega-3, illetve a bogyós gyümölcsök, főként az áfonya félék és a magas C-vitamin tartalmú ételek. A szemproblémák nappal és holddal kapcsolatos lelki problémák. A férfiaknak általában problémájuk van a férfiasságuk megélésével, nem tudják megélni a napságukat, nem tudnak határozottak lenni, vezetővé válni, férfiként megjelenni a mindennapokban, az emberi kapcsolatokban. A hölgyeknél pedig gond van a nőiesség, a holdság megélésével, nem tudnak befogadók, gondoskodók lenni, nem tudják az érzéseiket jól megélni például a párkapcsolatban. Bízom benne, hogy ezek az információk hasznosak voltak számodra, és segítettek abban, hogy jobban megértsd a testedben és a lelkedben zajló folyamatokat, még időben tudsz változtatni. Ha hozzáfűznél még valamit a témához, írd meg a hozzászólásokba, ha pedig nem vagy még feliratkozva, kattints a piros feliratkozás gombra, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a videóban, addig is az egészség legyen veletek!